Visszaszállhat Magyarország az uniós Pfizer vakcina beszerzésbe, a feltételekről azonban még jelenleg is folynak az egyeztetések az Európai Bizottsággal, közölte a koronavírus sajtóközpont. Újhely István EP képviselő híradóknak azt mondta, nem volt egyszerű elintézni Brüsszelben, hogy visszafogadják Magyarországot. Közben Karikó Katalinnak ítélték a Bólyai díjat, melyet Áder János adott át pénteken a kutatóbiológusnak. Mi vagyunk az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, ahol nem vakcina hiány van, hanem vakcina bőség. Orbán Viktor nyáron még ezzel indokolta, hogy Magyarország egyedüli tagállamként kimarad a májusi, harmadik Pfizer vakcina rendelési szerződésből. Az Omikron variáns miatt most úgy néz ki, Magyarország mégis visszaszáll a közös uniós vakcina beszerzésbe. A koronavírus sajtóközpont a portfólió megkeresésére tegnap azt írta, az Omikron variáns miatt induló új uniós vakcina beszerzés feltételeiről Magyarország jelenleg egyeztetéseket folytat az Európai Bizottsággal. Szerettük volna megtudni, hol tartanak az egyeztetések, ám kérdéseinkre nem válaszoltak. Az Európai Parlament egészségügyi szakbizottságának tagjaként hónapok óta ütöm a kormány fejét. A szocialista EP képviselő szerint a kormány felelőtlen volt, mikor úgy döntött, kimarad a következő európai vakcina beszerzésből. Nem volt egyszerű elintézni Brüsszelben, hogy vissza is fogadják Magyarországot. Más lehetőségünk arra, hogy a következő egy évben is megvédjük a magyar polgárokat, nincs. A keleti vakcina beszerzés nem csak azért káros, mert korrupciós nyomai vannak, nem csak azért problémás, mert kimarad sok millió magyar ember az európai közös utazás lehetőségéből, hanem azért is, mert nem tud reagálni az újabb és újabb variánsokra. Az empirikus adatgyűjtés és feldolgozás legrövidebb ciklusa az 4-6-7. A napokban ellentmondásos információk jelentek meg a különböző oltások hatékonyságáról az új variánssal kapcsolatban. A híradónknak nyilatkozó szakember elmondta, idő kell ahhoz, hogy pontosan meg lehessen mondani, melyik vakcinának mekkora a hatékonysága az Omikronnal szemben. Egyetlen egy dolog biztosan kirajzolódik az eddigiekből, mégpedig az, hogy a harmadik oltásnak nagyon komoly szerepe van az Omikron ellen. Itt elsősorban a harmadik oltás frissessége az, ami számít. Tehát, hogy a második oltástán már sok embernél eltelt annyi idő, hogy a védettségi szint az valamelyest csökken. Közben Karikó Katalinnak ítélték a Bólyai díjat, az ország legrangosabb tudományos elismerését, melyet Áder János adott át az MTA dísztermében. Köszönöm mindazoknak, akik ma is segítenek, és remélem, hogy én is segítek majd másokat. Kitartásra serkentek másokat példámmal, és remélem, hogy egyre több fiatal választja majd a tudomány művelését életcélul, és egyre többen lesznek kutatók, mert olyan sok minden felfedezni való van még, oly sok betegség, amelyet gyógyítani kell, és a betegek várnak ránk, gyógyira várnak. A kutatóbiológus azt mondta, privilégiumnak érzi, hogy a legkiválóbb magyar kutatók csoportjához tartozhat.